Üdvözlöm a kedves hallgatókat, nézőket, Török Krisztián vagyok, és a Magyar Parasport Napja alkalmából csinálunk egy kötetlen beszélgetést Stojanovski Gabriellával, aki a parasport edző és nemzetközi kapcsolatok koordinátora a TF-en. Szerinted miért fontos, hogy van egy ilyen Parasport Napja elnevezésű jeles napa a Magyar Naptárban? A Parasport Napja azért is fontos, hogy az embereknek a közvéleményben, illetve a médiában is minél többet szerepeljenek, hogy elfogadják az emberek, és értesüljenek arról, hogy létezik ilyen. Ez nagyon fontos a parasportolóknak is, illetve fontos nekünk is az, hogy megismerjük őket, főleg azokat, akik akár még inspirálhatnak is bennünket. Milyen nehézségekkel kell szembenézni a mozgássérültekkel foglalkozó sportedzőknek? Te ezt hogyan tapasztalod? Mivel te is ugye parasportedző vagy, és ha jól tudom, akkor több mint egy évtizedes tapasztalatod van ezzel kapcsolatban. Hát közel egy évtizedes, 2012-ben kezdtem el ezzel foglalkozni, és úgy közel kerültem a parasporthoz, de igazából úgy 2018-tól volt nekem egy nagyon jó parasportolom. És amire nagyon kell figyelni egy parasportolónál, hogy nekik egyedi igényeik vannak a sérülésekből kifolyólag. Nagyon kell figyelni arra, hogy milyen edzéstervet készítünk, egyedileg kell készíteni ezt az edzéstervet, és a sérüléstől függően lehet, hogy bele tudod építeni az épp sportolóid csapatába, de lehet, hogy teljesen külön időintervallumot és teljesen külön edzéstervet kell nekik készíteni, attól függ, hogy milyen sérülésről beszélünk. Ha az utóbbi, akkor ez plusz időigényt igényel egy edző számára, ami azt tudjuk, hogy ez mindig szűkös, igen. Az a nehéz keresztmetszet, viszont szerintem mindent megér, hogy velük foglalkozzunk. Te hogyan látod a parasportolóknak a helyzetét Magyarországon? Mert van egy elég komplex képed erről, hogy mennyire elfogadott az ő alapvetőleg az, hogy ők sportolnak, milyen nehézségekkel meg kell megküzdeniük, mert szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy, és ezt szerintem csak az látja igazán, aki benne van ebben, mert én kívülről látok valamit, és én mint egyén próbálok mindig úgy gondolkodni, hogyha egy látássérült embert látok, akit mondjuk szeretnék segíteni a zebrán, hogyan tudok neki úgy segíteni, hogy neki jó legyen. Mert én azt gondolom, hogy nagyon sokszor azért nem merünk, vagy az emberek azért nem mernek segíteni, mert nem tudják, hogy hogyan viszonyuljanak a másik emberhez. És erre nekem mindig azt mondta édesanyám, hogy hát, hogyha valamit nem tudsz, akkor kérdezz meg, és én meg szoktam kérdezni, hogy hogyan tudok neked segíteni. És ilyen társadalmi integrációs kérdések is foglalkoztatnak engem, de ami nagyon fontos, és nagyon foglalkoztat, hogy te hogyan látod azt, hogy a parasportolók azok mennyire vannak elfogadva, milyen nehézségekkel küzdenek magán a sporttevékenységben. Szerintem most már ide jobban elfogadottak. Talán azt mondhatom, hogy ez a 2012-es paralimpia óta sokkal jobban benn van a köztudatban, az emberekben. Az volt az első élő déli közvetítés a parasportról, és emiatt is szerintem sokkal jobban odafigyeltek az emberek, hogy egyből ugye az olimpia után jött rá, 3 hétre indult a paralimpia élő közvetítéssel, és teltházas volt, hogyha emlékszel. Igen, igen. És ez szerintem egy fantasztikus lehetőség volt az ő részükre is, illetve nekünk, úgymond azoknak az embereknek, akiknek semmi közük nem volt eddig ehhez, vagy nem foglalkoztak ilyenekkel, hogy lássuk azt, hogy igen, ők tudnak úszni, ők tudnak vívni, ők tudnak atlétikában bármilyen számban részt venni, persze ez kategóriától is függ. És azért ezek nem elhanyagolható részek. Ami nagyon fontos, amit említettél, hogyan tudsz egy látássérültnek segíteni, hogyha látod az utcán, menj oda hozzá és kérdezd meg tőle, hogy van-e szüksége segítségre. És el fogja mondani. Mert nem is biztos, hogy van szüksége segítségre. Nem biztos. Igen. Ez jó, hogy mondod egyébként, mert szerintem nagyon fontos, hogy az, amit mi gondolunk a másik emberről, legyen az parasportoló vagy egészséges, az nem biztos, hogy az, ami egyébként a valóságos, úgyhogy lehet, hogy tényleg érdemes ezzel kezdeni, hogy megkérdezni, hogy egyáltalán szüksége van-e az én segítségemre. Milyen nehézségekkel kell megküzdened neked, mint edző, a
parasportolókkal, és most itt a legapróbb dolgokra vagyok kíváncsi, hogyha lementek egy edzőtáborba, akkor gondolom fontos az, hogy mondjuk egy kerekész székesnek akár az étterem mondjuk akadálymentesítve legyen, meg hogyha jól látom, akkor nagyon speciális eszközökkel is dolgoztok. Tehát melyek azok a legnagyobb kihívások, amelyek úgy látod, hogy most már kezdenek megoldódni, és az, amik még nagyon messze vannak attól, hogy megoldást hozzanak. Mindenképpen az első számú és legfontosabb, hogyha kiválasztunk egy edzőtábor helyszínt, hogy a létesítmény akadálymentes legyen. Pont emiatt, hogy a kerekesszékes be tudjon gurulni, aki nem jó a járása, és mondjuk azért ambuláns atléta, és mondjuk tud lábon közlekedni, be tudjon menni. Tehát ezek nagyon fontosak. Étkezés legyen elérhető, a pályahasználat legyen elérhető, és igen, nekünk van egy ilyen speciális eszközeink, például az ülődobásnál ugye az ülőszék. Igen. Nem egy egyszerű és könnyű szerkezet, mert vasból készül. Nyilván azért, mert meg kell tartani a sportolónak a tömegét, és ott ugye le is vannak szíjazva, pontosan azért, hogy a saját épségüket is, testi épségüket is védjék, meg hát nyilván nem szabad kicsúszson a székből, mert az ugye a dobás távolságot is befolyásolhatja, hogyha nem tud stabilan ülni. Igen. Bár én most csak okoskodok, mert te vagy ennek a szakmának a tudója. Most változtatták a szabályát nem régen egyébként, mert eddig el lehetett emelkedni egy picit a székről, most már nem a két ülőgumónak a széken kell lennie, és erre van egy külön bíró, aki figyeli. Az igen, elég komplex. Komplex, de hát hogy egyenlő legyen mindenkinek. Mindenki egyenlő esélyekkel induljon a versenyen, az ülődobásnál ez van. Illetve hogy ott kell hozni a széket, amit valahogy be kell raknod az autóba, ami nem egy egyszerű megint. Ahhoz hozzá a hevederek, a lekötő ilyen kis szögek, amivel ugye lekötöd az ilyen hevedereket, kikötöd. Ha nincs a körnek külön ilyen kis, minek hívják ezeket, az amiben beakasztod. Értem, hát egy ilyen fémburok, igen. Mert akkor akár már lehetne úgy csinálni a súlylökő diszkoszvető köröket, hogy mondjuk el legyen látva ilyen urokkal. Igen. Értem. Vannak, tehát lehet ilyet, és meg is van rá a szabályzat, hogy hogyan kell ezt felépíteni, vagy lerakni, de vannak olyanok is, amit rá tudsz helyezni a körre. Uh-huh. És akkor onnantól kezdve ez már működik, és meg lehet őket kötni. Tehát, hogy megvannak ezek a lehetőségek, jól lehet vele használni, és akkor ugye a másik része, hogyha a futókat nézzük, ez volt az ülődobás. A futóknál ott, ami érdekesség, egy amputált futónál, hogy neki különböző lábai vannak. Igen. Ugye van a rendes láb, amivel jár, protézis. Van egy olyan protézise, amit edzőteremben használ, annak egy pici rugózása van, de nagyon stabil a láb, és van a futóláb, amit ugye szoktak úgy is emlegetni, hogy a kenguru láb, de ezt már biztos, hogy láttad. És ez egy olyan karbon anyagból készül, ami olyan fantasztikusan jó rugózása van, hogy meg se érzi igazából azt, hogy ő neki protézise van, hanem ugyanúgy tudja használni, mintha egy rendes lába lenne, és ezt egyénileg kell beállítani, külön kicsit csavarokkal, és ilyen finom mozgásokkal, tehát az egyik paraatlétámnak a protézisét is ugyanígy kell finom mozgásokkal állítgatni, hogy megfelelő legyen, különben ha túl nagyot rugózik, akkor olyan lesz, mint egy kenguru a pályán, igen. És akkor ugrál. Van egyébként erre bármilyen szabályozás, mert ugye azért lehet például a távolugrásban is látni már olyan versenyzőt, aki megközelíti, vagy akár egyes esetekben túl is szárnyalja az épeknek az eredményét, és ugye jött az a, hát nem túl szép kritika ezzel kapcsolatban, hogy nem a sportoló eredménye az, ami segíti, vagy az ő fizikális talentuma, meg felkészültsége az, ami miatt ugrik mondjuk 8 méter 50 centit a távolugró, hanem a technikai fejlettség ezeknek a protéziseknek. Van-e erre valamilyen szabályozás, vagy valóban igaz az, hogy a technikai fejlődéssel együtt jobb eredményeket érnek el mondjuk a távolugrók, vagy a futók, és egyébként meg visszatérve mondjuk így a kályázat, kell-e az, hogy minket zavarjon, vagy foglalkoztasson? Mert ez már egy kicsit bonyolultabb kérdés. Technikailag, ha erre irigykednek, akkor irigykedjenek. Azért az a munka, amit beletesz egy parasportoló ahhoz, hogy ő 8 métert ugorjon,
az azért nagyon-nagyon sok, és nagyon komplikált edzést kell csinálnia, főleg, hogyha mondjuk egy ugye az amputáltakról beszélünk, lábamputációnál, mert ő neki például guggolni szerinted, hogy guggol? Hát igen, jó kérdés. Tehát, hogy ilyen súlyemelés és erőfejlesztés esetén ott nagyon kreatívnak kell lenni az edzőnek ahhoz, hogy ki tudja hozni a maximumot az atlétájából. Az, hogy a protézisének van egy, mindig persze technikailag amennyire tudják, fejlesztik és megpróbálják a lehető legjobbat kihozni, de törekednek arra is, hogy maradjon meg a természetes mozgás intervallum, amit egy láb képes csinálni. Uh-huh. Azt mindenképpen igyekeznek szem előtt tartani, illetve az atlétának ezt a lábat használni kell. Ez azért mégis egy protézis, azért nem ugyanaz, mint a te saját lábad. Ezt meg kell tanulnia kezelni, használni, beállítani az egészet. Szerintem irdatlan sok munka van vele, mind edzőnek, mind az atlétának, és az, hogy elérjen egy 8 méteres távolugrást, szerintem az egy fantasztikus eredmény, és nem hiszem, hogy irigykedni kellene rá, vagy bármit kritizálni, hanem igen, pont, hogy támogatni őket, hogy igenis ez egy nagyon jó eredmény. Nekem nagyon tetszik ez a gondolat, mert nagyon-nagyon gyakori szerintem. Itthon is, meg szerintem a nagyvilágban az a társadalmi reakció, hogyha valamit nem ismerünk, vagy nincs megfelelő információnk azzal a kapcsolatban, akkor annak ellenére pontosabban tudunk kritikusak lenni, és szerintem ezért is jó ez a beszélgetés, mert olyan kérdéseket is meg tudunk fogalmazni ebben a témában, ami azért nem jön szemben minden nap, még egy sportolónak sem. És hogyha jól tudom, akkor neked volt egy nagyon komoly diszkuszvetőd, mert ugye Írországban kezdted az edzősködést a parasportban, és elég szép eredményeket értetek el. Mesélj erről egy kicsit, kérlek. Jó. 2012-ben kezdtem el foglalkozni jobban így a parasporttal, akkor a londoni olimpia az nagyon sokat számított az én életembe is, még ha akkor nem is tudtam. És a volt edző kollégám, ő foglalkozott az ér atlétika dobószámával, paradobószámával, és mivel mi nekünk nagyon jó volt a kapcsolatunk, azért rengeteget beszélgettünk, és próbáltam segíteni neki bármilyen akadályba ütközött itt például, amit beszéltünk, és hogyan tudod erőfejleszteni, hogyan tudod gyorsítani, főleg ha olyan fizikai akadályai vannak, ami nem teszi azt lehetővé, hogy olyan edzés vagy olyan mozgásformát alkalmaz, ami egy megszokott, egy épp atlétánál szükséges. És akkor így elkezdtük az egészet úgy kitalálni, és kitaláltunk egy ilyen nagyon jó kis mozgásformát ezekre, edzésterveket, illetve hát új gyakorlatokat, végül is ezt lehet rá mondani, hogy új gyakorlatokat fejlesztettünk egyedileg annak az atlétának a számára. És az ő élete úgy alakult, hogy kapott egy másik állást, ahol már nem foglalkozhatott még tovább a paraatlétákkal, és neki az ő atlétáját kaptam meg tőle. Igazából. De ez ugye egy kicsit ilyen érdekes út volt először. Volt egy hónapunk, amíg össze kellett szoknunk Nellivel. Ő egyébként paradiszkoszvető volt, F37-es kategóriában, cerebrális parézissal volt az ő sérülése, és ami azt jelenti, hogy neki a bal oldala nagyon gyenge volt, és instabil, az egyensúlyal is azért voltak neki bőven problémák, és hozzá kellett fejleszteni egy edzéstervet. Ami nekem szerencsém volt, hogy Nelly úgymond egy kész csomag volt az én életemben, ő akkor már paralimpiai harmadik helyzet volt Rióban, de nagyon fiatalon. Viszont megvolt a motivációja, az, hogy akkor menjünk tovább, és 2018-ban Berlinben Európa bajnok lett, Európa csúccsal, ami egy fantasztikus eredmény, és ez mai napig Európa csúcs, még nem döntötték meg, úgyhogy ez még mindig nagyon örülök neki. Rióban egyébként olimpiai csúcsot dobott annak idején, és 18, és utána készültünk Tokióra. Uh-huh. De ugye Tokiót azért sok minden övezte. Igen. Többek között azért COVID. A Covid az nagyon erősen hatott rám, illetve az, hogy Írországban nagyon lezárták az egész országot, 2 kilométeres körzetbe közlekedhettél, bezártak a létesítmények, nem lehetett menni sehova, és neki
volt egy úgymond mellékbetegség, ez szorongásos depresszió, ami ez idő alatt persze ez feltetőzött neki, hogy bezártság, valahogy nem jöttek össze a dolgok, plusz államvizsgára kellett készülnie a Covid kellős közepén, mi lesz vele, ugye a bizonytalanság az őt nagyon befolyásolta. És úgy alakult sajnos, hogy Tokiót eltolták egy évvel, azt ugye mindenki igen. tudta, és ez azért senkinek nem esett jól, hogy felkészül, 4 éves ciklus felkészülés ideje alatt. Főleg nem az atlétáknak, és neki meg még úgyse, tehát ő neki pluszban még hatványozottan hatott az egész rá, és akkor úgy döntött, hogy ő ezt abba hagyja. Uh-huh. Amit teljesen megértek, mert úgy mondta, hogy még egy évet ezekkel az edzéstervekkel már nem biztos, hogy szeretne csinálni, viszont mai napig, vagy nem, bocsánat, rosszul mondom, utána ő teljesen elhatárolódott az atlétikától, és semmilyen szinten nem akart ezzel foglalkozni. Nekem a kapcsolatom mai napig megmaradt vele, és ennek én nagyon hálás vagyok és örülök. Jött a tokiói olimpia, én már alig vártam, hogy lássam, ami is olimpiamániás vagyok, úgyhogy elejétől végig nézem, de úgyhogy a rendes olimpiát jön a paralimpia, úgyhogy én 6 hétig megszűnök létezni arra az időszakra. És a paralimpiánál annyit írt nekem, hogy nem fogom nézni, de majd szólják, hogy hogy áll az eredmény. Tehát azért érdekelte, hogy ki hogy áll. És valahol örülünk annak, hogy szakadó eső volt az ő számának a napján, ami neki nagyon-nagyon nem kedvezett volna, amúgy se. Tehát igazából így volt egy könnyebbség, hogy akkor igen. ezt akkor elengedtük. Ez úgyse lett volna olyan hú de szuper a mi helyzetünkben, mert ő neki, mivel ugye gyenge volt a lába, és az egyensúly miatt csúszós kör, ezt te is tudod. Tehát igen. ez nem túl szerencsés. És volt egy nagyon jó társaság egyébként ebben a kategóriába. Igen, ezt hogy beszéltünk erről, hogy és hogy majd egy kicsit később a humorról is beszélünk, mert olyan parasportolók jelentős része nagyon jó humorral van megállva. Úgyhogy erről majd később beszélünk, bocsássak, hogy szóval vártam. És a kanadai ellenfél volt az, aki először megdöntötte aznap a Nellinek az olimpiai csúcsát. És csak ennyit írtam neki, hogy René megdöntötte a csúcsodat. És annyit írt vissza, hogy de örülök neki, hogy legalább a René. De ő nem nézte. Lényeg a lényeg, hogy elmetrén nem foglalkozott semmilyen szinten a parasporttal, majd egy év múlva kért tőlem egy ajánlólevelet. És kérdeztem, hogy mihez kell az ajánlólevél. Hát megyek edzőképzőre. Mondom, edzőképzésre? Mi erre? Atlétika. És akkor nekem az egy ilyen nagyon pozitív élményként élt, hogy akkor mégiscsak visszatér a sporthoz, akármilyen szinten is, de vissza fog térni. Megcsinálta az edzőit, az első szintűt, ami írószerűen ilyen modulrendszerek vannak, tehát a level 1-eset megcsinálta, és jelen pillanatban Barcelona mellett egy kis faluban egy éves önkéntes munkát végez, mozgássérült iskolába, ahol sportot oktat. Tehát ez szerintem egy fantasztikus dolog, hogy ő, mint parasportoló, aki elért azért nagyon sok mindent az életébe, nagyon ügyes volt, annak ellenére, hogy egy ilyen, hát ilyen nehézkes vége volt a karrierjének, de visszatért a sportba. Hát ez egy nagyon-nagyon jó sztori, és örülök, hogy ezt elmondtad. Gratulálok egyébként ezek az eredményekhez is. Az jutott eszembe, hogy vajon a parasport, pontosabban a sport mennyit tud segíteni a mozgáskorlátozottaknak, vagy a paráknak, hogy úgy mondjam, mert én szerintem még nagyon nem tudtuk mi megmutatni azt, hogy maga a sport mit jelentett mondjuk egy kerekesszékes embernek. Mert azt tudjuk, hogy az éveknek mit jelent, tehát erről tanulmány cunamik vannak minden évben, hogy a sport az például akár a szorongásos depressziónak a kezelésében mit tud segíteni és mennyit. Te hogyan látod, hogy mennyire tudják a mozgáskorlátozott, és most bocsánat, hogy csak őket mondom, mert tudom, hogy nem csak ők vannak benne magában a parában, vagy a para sportban, hogy mennyire tudják az emberek a Magyarországon azt, hogy neki azért, mert van egy élethelyzete, hogy mondjuk egy kerekesszékben él, mennyire tudják azt
ezek az emberek, hogy ők tulajdonképpen sportolhatnak, hova forduljanak, milyen sporttevékenységet végezhetnek, mert ugye említették kategóriákat is, ugye tudjuk azt, hogy nagyon-nagyon sok kategória van, mert ugye a sérülés mértékesen egy-két fajta, hogy úgy mondjam, és javíts ki, hogyha nem szépen fogalmazok, mert szerintem az is nagyon-nagyon fontos, hogy ezekben a szituációkban úgy fogalmazzunk, ami azoknak az embereknek, akikről beszélünk, elfogadó legyen, vagy elfogadott legyen, és például egy látássérült, tehát azt látássérültnek hívunk, és nem vaknak, hogyha jól tudom. Igen. És ugye ugyanígy a mozgáskorlátozottaknál is. Tehát a kérdésre visszatérve, hogy mennyire tudják ezek az emberek, hogy hova forduljanak, hogyha ők mondjuk tényleg versenyszerűen szeretnének sportolni. Legtöbb esetben én úgy vettem észre, hogy itt Magyarországon a Paralimpiai Szövetséget keresik meg ezzel kapcsolatban, és ők már tudnak egyben választ adni, hogy milyen lehetőségek vannak, attól függ, hogy milyen sportágat szeretne választani a sportoló. És hát az adott ember. És nagyon sokat számít az is, hogyha látják őket reklámokban, az éreknél ez például nagyon-nagyon sokat számít, őket berakták reklámfilmekbe, Toyota például. Hogyan alakították át nekik a Toyotát, hogy ő tudja vezetni. Tehát szerintem ez egy zseniális ötlet, hogy a reklámot felhasználtuk azzal, hogy parasportoló, aki egyébként azt gondolnád, hogy nem tud vezetni, de igenis ugyanúgy tud. Tehát kaphat jogosítványt, megvannak a vizsgakövetelmények, és a többi teljesíti, akkor ugyanúgy tud, de vannak helyzetek, amikor át kell alakítani az autót az ő igényeire. Illetve amivel még sokat lehet mondani, hogy a parasport napja, ez azért mindenképpen egy kicsit fókuszba helyezi a mozgássérülteket, illetve a parasportolókat, ami megint egy kicsit előrébb segíti azoknak a sport felé mozdítását, akik még ezt nem tették meg. Te is így látod még, hogy inkább ugye ők keresik meg a sportot, és nem a sport keresi meg őket? Nagyon szeretném azt látni, hogy a klubok nyitnának és integrálnák ezeket az embereket, mert nagyon, hát szerintem szükség van arra, hogy egyrészt ezek az emberek közösségbe menjenek, és ez az ő társadalmi helyzetüknek nagyon-nagyon sokat fog segíteni, mert barátokat szereznek, új embereket, illetve az épp sportolók szereznek maguknak úgymond mozgássérült barátot, mert soha nem tudhatod, hogy milyen barátság alakul ki, vagy hogy fognak egymáshoz viszonyulni. Másrészt velünk fognak élni, velünk fognak edzeni, közöttünk lesznek, és egy természetesség fog kialakulni az emberekbe a mozgássérültekkel kapcsolatban, és nem az lesz, hogy az utcán meglátok egy látássérültet, és jaj Istenem, mit fogok vele csinálni. Igen, szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy képbe legyünk, hogy hogyan tudunk segíteni, igen. És tényleg a mindennapunk részévé váljon az, hogy együtt élünk. És már, hogyha felmerült ugye maga a sport, meg a szakmaiság, akkor fontos az, hogy ugye az edzőképzés is valamilyen szinten alkalmazkodjon ehhez, és hogyha jól tudom, akkor ezen a területen ugye indult a TFN is plusz képzés, ugye egy vagy két évvel ezelőtt, és ugye én elmondhatom azt, hogy ugye én is egy két éve a TFN végeztem, és egy nagyon-nagyon komoly parasportoló, ugye az Eckler Luca volt a szaktársam, aki hát mindenben élen járt, és hát világversenyekről hozott. Meg is tudjuk mutatni Lucát, ott lesz Jani bácsi fölött. Igen. Úgyhogy tehát elképesztő mennyiségű érmet szerzett már ugye világversenyző, éle jár a tanulásban, most ha jól tudom, akkor a TFM már oktató is. Tehát, szakfelelőse. Szakfelelős, bocsánat, Lelki igen. Szakfelelőse ennek a képzésnek. Igen, ez egy fantasztikus dolog, mert szerintem az is nagyon-nagyon fontos, hogy vannak ugye általános edzés elméleti dolgok, amiket meg kell tanulni, meg van a sportági területi specifikum, ami a paráknál azért más, mert ugye mi beszélgettünk arról, hogy mondjuk egy épnek felépíteni mondjuk egy általános erőfejlesztés, amiben van mondjuk szakítás, felvétel, guggolás, az mondjuk egy paraatlétánál, akinek mondjuk csak térd fölött van meg a lába, annak ugye a négyfejű combizmot mondjuk erősíteni sokkal nehezebb.
és sokkal nagyobb kihívás is, igen. De akkor van erre már, hogy úgy mondjam, lehetőség, van. Hogy az ember tanuljon. Van. És az nagyon jó egyébként, hogy a TFM elindult ez a képzés. Én nagyon örülök neki, én még Írországban csináltam meg ezt az inkluzív sportoktatóit, valamikor 16-ban, vagy valami. Nem olyan régen. És ez egy nagyon jó dolog szerintem mindenképpen, és ezt én minden edzőnek ajánlom, hogy akár egy picit is, de kóstoljon bele a parasport világába, nézze meg először, menjen el egy-egy edzésre, nézze meg, hogy ő ezt hogy értékeli, vagy hogy érzi magát ebbe a környezetbe, mert nem biztos, hogy kényelmes lesz neki. Tehát elképzelhető, hogy nem. De ezzel semmi probléma nincsen. Viszont ha azt érzi, hogy hú, én ezzel lehet, hogy szívesen foglalkoznék, és beindítja az ő kreatív gondolkodását ezzel kapcsolatban, vagy egy teljesen más szemléletet fog látni benne, akkor azt mondom, hogy igen, minden edző menjen és próbálja ki magát egy picit ebbe, vagy hosszabban, mert egyébként szerelem lesz belőle egyszer csak, úgyhogy mindenképpen, és meg fogja látni utána, hogy egy más szemléletet, egy más gondolata lesz azzal kapcsolatban, hogy hogyan fejlesz-e az ő kis épp sportoló csoportját is. És egy teljesen és össze is tudja őket vonni, tehát nagyon sok rétű ez az egész, és nagyon jó fejlesztő az edzőnek is, a sportolónak is, a parasportolónak is, ebből mindenki csak nyer. Nagyon jó, hogy ezt mondod egyébként, és nekem egy picit olyan ilyen átkapcsolást tudok, vagy átvezetést erre alkalmazni, foglalkozok gerejtó gyakorló gerejtó edzőként fiatal felnőttekkel és gyerekekkel, és amikor elkezdtem a gyerekekkel foglalkozni, egy más korosztály, más didaktika kapcsolódik hozzájuk, nekem az a fiatal felnőttekkel végzett munkám ma sokat segített. Maga a kreativitás, amiről ugye beszéltünk, az ugye pontosan ezért, mert egy más közönséget vagy közegben kell alkalmasnak lennie az edzőnek, hogy eredményes legyen, az tudja segíteni az épekkel való munkáját, kreativitását. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés és téma. Szoktuk beszélni arról, hogy ezeknek az embereknek elképesztő humorérzéke van. Én nagyon-nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy és nyilván azért is, mert vannak olyan élethelyzetek, amelyeket sokkal könnyebb elviselni, feldolgozni, hogyha az embernek van egy humora, de erre volt egy nagyon érdekes videó, amin először nyilván az ember ugye helyzetkomikumban nevet, aztán szabad ezen nevet, utána meg megint nevettek rajta, állt a medence partján egy srác, akinek protézise volt, és a protézis belelógatta a vízbe, és úgy csinált, hogy mintha hideg lenne, de nyilván azt ugye ő nem érzékel, és ilyenkor az ember ez egy kicsit furcsán érzi magát, ugyanakkor meg, hogyha egy kicsit más, hogy távolabbról megnézi ezt a dolgot, akkor rájön arra, hogy és szerintem ez a legfontosabb, hogy ugyanolyan emberek vagyunk, mint ők, és ők is, csak más helyzetben vagyunk. De talán te is tudsz erről mesélni, hogy azért vannak vicces sztorik köztük, mert hát ugye köztük élsz, velük dolgozol, és átlagon felüli humorra rendelkeznek. Hogyha egy-két sztorit erről meg tudnál osztani velünk, akkor nevessünk egy kicsit együtt. Szívesen. Hát az ilyen csapattal voltak ilyen jó kis történetek, magyarul is megvolt természetesen, most abból idéznék inkább egyet. Olaszországban voltunk egy Grand Prix versenyen, annyit kell tudni így a para atlétika világáról, ami szerintem egy nagyon érdekes, mert nagyon összetett az egész rendszer. Kell egy klasszifikációnak lennie, ahova ugye besorolnak téged kategóriába. Atlétika az egyik legszerteágazóbb szerintem a parasportban, a legtöbb szerteágazó kategóriát kapja mindenki. Úgyhogy ha látod azt, hogy T vagy F jelölést kapja, ugye a T a track, igen. Azt jelenti, az minden futószámokra vonatkozik, meg ugrószámokra, az F mint field, az ügyességi számokra. Tanultam már valamit, mert ezt nem tudtam, úgyhogy köszönöm. Igen? Igen, tényleg nem tudtam. Jó, akkor még mondok még kettőt. Oké. Okay. Utána jön kettő szám. Igen. Az első, az fogja indikálni neked, hogy milyen sérülése van, a második pedig a sérülésének az erőssége. Tehát például, mondjuk vegyünk Jason Smith, ő ugye a paralimpiai UCI-n boltja, most már 4 paralimpiai aranyérme van 100 méteren, és azért hozzáteszem azért 10-60-as
sebesség. Az nem olyan ciki azért, ahogy olyan ciki. Igen, mint látás. Ő látássérült. Ő a T13-as kategóriában van. Uh-huh. Tehát T, mint futószámok, a 10-es kategória a látássérültek, és ő abból a 3-as, ő neki van az enyhe. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy ő neki nem kell se szemvédő, se semmi, ő futhat egyedül. Ha 12-es lenne, akkor lehet, hogy kaphat maga mellé egy vezetőt is, hogyha szeretne úgy futni. A 11-es, ők azok, akik teljesen látássérültek, ő náluk látod azt, hogy le kell fedni a szemüket, le is kell ragasztani, mert van, akinek vannak halvány fényfoszlányai, és ez is például előnyhez juttathatja, ezért le kell ragasztani, és ők a legtöbb esetben úgy futnak, hogy vezetővel. Biztos, hogy láttad már. Igen. Itt Olaszországban kifejezetten egy ilyen egy fantasztikus helyen voltunk, Grossettóban, és maga a hotel is fantasztikus volt, egy ilyen szőlős farm jellegű hely, tehát medencével, amit el tudsz képzelni, minden. És az ilyen csapatnak 80%-a vele született rendellenességgel van. Egy vagy kettő atléta az, aki szerzett sérülése van. Törpe növésű, méri körülbelül 135 cm magas, és az első nap leültünk kint a teraszon beszélgetni, teázgatni, megtervezni azt, hogy akkor hogyan lesz a klasszifikáció, utána a verseny, ki mit fog csinálni, hogyan tudjuk felépíteni az edzéseket is, amúgy már 40 fok volt körülbelül, tehát igazán az élek ezt nem annyira szeretik, én imádtam. És mondtam Méri, hogy akkor mindjárt jövök, beugrok egy üdítőért. És mondtuk neki, hogy jó. És a szemem sarkából csak annyit láttam, hogy Méri az úgy kb. 50 méter, de csak így fog és ugrál. És ránéztem, mondom, Méri, te miért ugrálsz? Azt mondja, hogy nem érzékel az ajtó. Nem illik ki. Hiába ugrálok, mégise. Tehát, hogy olyan szintre volt állítva a szenzor az ajtónak, hogy egyszer nem illet ki neki. Úgyhogy ilyen akadályok előfordulnak. Annyi, ott meg akkor annyival a hotelben szólsz a recepciónál, hogy állítsák már lejjebb, mert tudjuk, hogy egy gyerek biztos az áll, de ő nem gyerek. Igen. Tehát, hogy hagyd menjen át szerencsétlen, hogyha szeretne. Úgyhogy volt ez a történet, és utána... De ezt, bocsássak szóval, de hogy ezt ő is viccesen kezeli, és ő is ezen nevet egy jót, igen. És akkor vele volt még egy ilyen szituáció. Ő súlylökön. A törpenövésűeknek csak dobás van. Ez így alakult ki. És akkor mindjárt mondom, hogy miért. Volt egy maga, van egy, vagyis egy nem volt, még mindig van Jordan magasugró. Ő úgy született, hogy alkar nélkül, egyik karján. Marha magas, nagyon ügyes, iszonyatosan jó magasugró lett belőle. Simán 1,80 fölött ugrál, tök ügyes, mindent el tudok mondani. Ültünk ugyanígy kint a teraszon, és beszélgettünk így a kategóriákról, ki mit csinál, hogy még viszonylag Jordan friss volt a csapatban. És ránézett Mérire a törpenövésű leányzóra, és mondja, hogy te Méri, meg tudod nekem mondani, hogy mennyi a törpenövésűeknél a magasugrásnak a világrekordja? És a Méri ránézett, te Jordan, én még a szivacsot se érem fel, szerintem. Ja, Istenem. Ilyenkor olyan fura érzése van az embernek, mert a helyzet kommunikáció, és valakinek a helyzetén nevetni, az ugye nem ugyanaz. De szerintem nagyon sokat tanultunk például a parasportolóktól, hogy ne felejtsünk el nevetni. Igen. Tehát, hogyha ők mernek nevetni, idézőjelben mernek, vagy képesek arra, hogy meglássák az életnek a napos oldalát, és egyébként ebben nagyon sokat segít szerintem nekik a sport, és ez az egész beszélgetés, illetve azok az elmondottak, amelyeket te már ugye sztorikban elmondtál nekem, hogy nagyon-nagyon sokat segít nekik a sport, hogy ténylegesen az élet napos oldalát is lássák, és szerintem ez az épeknek is egy nagyon-nagyon jó tanulópénz, vagy lecke, vagy példaként tud szolgálni, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk erről ilyen nyíltan is. Na, mondj egy jó sztorit. Jó, de ez sajnos nem az enyém, hanem ez a volt kollégám Davidnek a története. Elmentek edzőtáborba, Portugáliába. Volt két látássérült, egy kutyussal látássérült, egy simán látássérült, meg a többi csapat. És a kutyusos látássérült lány, ő diszkoszvető volt, nagyon ügyes volt, annak ellenére azért most el tudod képzelni, látássérültként
forgásból dobás. Igen, el tudom képzelni, mert az... nekem viszonylag jó szemekkel is nehezen ment. Oké. Tehát akkor tudod azt, hogy ott azért azt szerintem elég nehéz. Igen. Nagyon ügyes volt. És kutyus kín a háló szélén, leányzók bemegy dobni, dobnak, kutyát elfelejtették kikötni, diszkosz repül, kutya utána, kutya elkopta a diszkoszt. Komolyan? Igen. Úgyhogy az írországi paraatlétika válogatott legdrágább edzőtábora volt, mert a kutyának protézist kellett csináltatni. Ó, Isten. Mert hogy kitörtek a fogai szerintem a diszkosztól. De ezen is mit tudsz csinálni? Mosolyogni, főleg az egész szituáció. Szerencsére más problémája nem lett a kutyusnak. Édesem. Úgyhogy... De a szituációt el tudod képzelni, ezt persze. A rémületet, amikor azért a kutya megindul a diszkosz után. Igen, mert a kutya ugye azt nem tudja, hogy itt is gondolom egy kilogrammos a diszkosz, hogy mondjuk egy már akár egy 20-30 méteres dobásnál is annak olyan energiája van, meg ereje van annak a diszkosznak, hogy komoly sérüléseket tud okozni. Igen. Nagyon köszönöm, hogy elkalauzoltál bennünket ebbe a világba, és bátran tudom azt mondani, vagy tudjuk azt mondani a nézőinknek, hallgatóinknak, hogy a parasport az a magyar sportnak egy része, ha találkoznak olyan szituációval, hogy valaki a sport iránt érdeklődik és para, akkor el tudják azt nekik mondani, hogy van erre lehetőség, egyelőre a Paralimpiai Bizottságon keresztül, de én, mint a Vedasznak a szakmai igazgatója, fel tudom azt ajánlani, hogyha a Veszprémben van olyan ember, aki szeretne sportolni, akkor meg tudjuk vizsgálni annak a lehetőségét, hogy hogyan tudjunk neki segíteni, de az is nagyon-nagyon fontos, hogy szakmailag képzettnek kell ahhoz lenni, hogy versenysportban tudjunk foglalkozni ezekkel az emberekkel, és erre meg ott van már ugye a TF-nek a képzése. Ami még nagyon fontos szerintem, és ez egy nagyon jó dolog a parasportban, hogy az edzők közösen dolgoznak, tehát segítik egymást. Igen. Mert hogy ott neked ki kell találni bizonyos formagyakorlatokat, vagy hogyan indulj el, hogyan kezdjed el, és nyugodtan el tanácsot kérni, mindenki segíteni fog. Igen, és ez nagyon-nagyon fontos szerintem. Ez egy kiváló végszó, mert az együttműködés szerintem az nagyon-nagyon az fontos, úgyhogy épek és parák között is, meg egyébként minden társadalmi réteg és minden társadalmi szereplő között, úgyhogy merjünk együttműködek lenni, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak minket.